Semmi más nem hiányzott a nemzetközi fegyverpiacról, mint egy újabb Beretta alakú gázpisztoly. Ezúttal az Oraki hozott ki egyet. Adamını beni orta yerinden çatlatıyor Ağzımla sakızı şişirip şişirip Arsız arsız patlatıyor Biz böyle mi gördük babamızdan ele güneresi És hogy hülyek legyenek az eredetihez, műanyag lett a TOF, ami ugye az igazi Berettán alumínium. De minőségben remélhetőleg ez lesz olyan, mint a többi Zoraki, és akkor eladható lesz. A tárkapacitása 17 darab 9-es pak, ugye az Oraki 917-nek a tárját használja, és ennek a jelzése egyébként 918 lesz. Kakas acélbetétes, a prototípuson még nem volt biztonsági állás, de azt hazudták, hogy lesz, de mondjuk lehet, hogy igazat mondtak. Azt hiszem, ez a kiállítás műszakilag legérdekesebb légpuskája egy Evonix nevezetű koreai cégtől, ahol ez a fegyver legális, az egyébként 635-ös kaliberű, hangtompítós, PCP, 10 darabos tárral működik, elektromos estőszerkezettel, de legérdekesebb benne az a tűzváltó. Igen, az 0 és 3 állás közt lehet kapcsolni, ez a fegyver sorozatlövő. 80-85 joule tud, és őnáluk állítólag ehhez nem kell engedélyt, de lőfegyverük viszont egyáltalán nem lehet. Azért vicces lehet egy 3-as sorozat 85 zsúlyos 6-36-os légpuska lövedékből, teljesen csöndben. Nem semmi. Ott a tár. És ez a tűzváltó, és ez a biztosító. Egy új PCP vadász légpuskája, a Hunting S nevezetű. Itt látta, hogy az ágyazás igazából vadászias, de maga a fegyver az egy biatlon puska alapjaira épül. És ugye ezzel a karral tudok egy kis tárat léptetni, ami itt van, egy 5-töltényes tár. Nagyon finom sütésű, jó minőségű versenylégfegyver, alapokra épül tulajdonképpen, csak az a probléma, hogy 1850 euró a kiskerára távcső nélkül. Úgyhogy ez se fog nálunk elterjedni, illetve hogy ugye ez az F verzió, ez valójában nem létezik még.